Újvidéken a kormány épületében ma délelőtt 10 órakor a tartományi kormány elnöke és a nagyberuházási igazgatóság igazgatója 21 község képviselőjével írt alá szerződést. A sikeresen pályázók között összesen mintegy 1 milliárdinárt osztanak szét. A vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően a vajdasági településeken javulhat a közlekedési infrastruktúra és a vízellátás is. Samo kroz prvi konkurs koji smo sproveli i kroz sredstva koja danas dodeljujemo uspeti da izgradimo preko 23 km saobraćajnica, 23,4 km kanalizacionih mreža, 13,4 km vodovodnih mreža. A pályázati összeg fele a többségében magyar lakta településekre került. Szabadka több mint 70 millió dinárt kapott beruházásokra. Királyhalom és Pestcsara mellett máshol is bővül az infrastruktúrális és csatornahálózat. Két helyi közösségben 10 utcában lesz kiépítve a csatornahálózat, Sándori helyi közösségben 5 utcában lesz kiépítve csatornahálózat, Palicsi helyi közösségben úgy szintén 5 utcában lesz kiépítve csatornahálózat, a Maghetes helyi közösségben Győri Ferenc utcában lesz kiépítve a vízvetékhálózat. Csóka község szintén sikeresen pályázott. Az elnyert 33,5 millió dinárból Padén és Hódegyházán aszfaltoznak ki egy-egy utcát. Én úgy gondolom, hogy ha minden rendbe fog menni a közbeszerzés, illetve a papírizáció útján, valahol ott augusztus folyamán elkezdődik a kivitelezés. A nagyberuházási igazgatóság több pályázatot írt ki. Idáig 9 pályázatot sikeresen befejeztünk, bezártuk, odaítéltük a pénzeszközöket. A tartományi kiírások kiváló lehetőséget kínálnak tapasztalatszerzésre pályázatírás terén, mondta a tartományi kormány elnöke. Primenjujemo praktično evropske standarde o konkurisanju za domaće sredstva, da bi sutra upravo ovi gradovi i opštine mogli da obezbede sredstva i iz Evrope. A jelenlegi pályázaton sikeresen szerepelt még Zenta, Ada, Topolya és Magyarkanizsa község is.